Ágyunk fel, kedves testvérek! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szent estére összegyűlt, drága testvérek! Isten tiszteletünk kezdetén a 329. dicséretünket énekeljük. A 329. dicséretnek énekeljük az első versét. A 329. dicséretünk első verse így kezdődik. Itt állok jászolott felett, ó Jézusom szerelme. Most már nem szereti.
Elfeledkezett rólunk, már nincs velünk, nincs köztünk. A Biblia arról tesz tanúbizonyságot, hogy Isten nem csak a múltban, hanem a jelenben is és a jövőben is szereti ezt a világot, és szeret bennünket egyen-egyenként, mindannyiunkat. Isten szeretetének ugyanúgy, mint az ő létezésének, nincsen kezdete és nincsen vége. Ő megszerette, és ő ma is szereti, és szeretni fogja ezt a világot az időknek a végezetéig egészen. Másik emberi kérdésünk az lehetne, hogy miért szereti Isten ezt a világot? Hiszen annyi gond, annyi baj, annyi keserűség és annyi bűn van az embereknek a szívében, annyi mindennel tudunk ártani egymásnak, és annyi mindennel tudunk ártani az Istennek, az imádatának. Mi már csak ilyen emberek vagyunk, kérdezünk, keressük a választ, miért szereti mégis Isten ezt a tökéletlen világot? Tudni szeretnénk, hogy a körülöttünk levő dolgok, a velünk történő események miért történnek úgy, ahogy történnek? Miért szereti Isten tehát ezt a világot? Köztünk emberek között a szeretet is egy megindokolható valami, amire általában meg tudjuk adni a magyarázatot, a választ. A karácsonyt szoktuk szeretni az ünnepeink közül, és szoktuk a karácsonyt nevezni a szeretet ünnepének, amikor egymás felé való szeretetünket igyekszünk megmutatni, kifejezni, de éppen igyekszünk megmagyarázni is azt, hogy miért szeretjük ilyenkor a másikat. Szeretem, mert ő is szeret engem. Szeretek valakit, mert megérdemli, mert jó hozzám. Szeretem a szüleimet, mert tőlük annyi mindent kapok ebben az ünnepben és a hétköznapokban is. Ajándékot adok, vagy csak egy képes lapot küldök, lehet, hogy a Facebookon rábökök a másikra, és boldog, áldott ünnepet kívánok a másiknak. És ilyenkor tényleg nem szeretnénk adósak maradni, és nem is illik adósnak maradni a szeretteinkkel szemben. Meghívjuk karácsonykor a családtagjainkat, és úgy vagyunk vele, hogy legalább ilyenkor ne legyünk egyedül. Vajon Isten is azért szereti ezt a világot, mert a világ rászolgált erre? Megérdemeljük-e az Istennek a szeretetét? Isten nem magyarázható meg, és nincs magyarázat arra sem, hogy Isten miért szeret bennünket. Már akkor szerette ezt a világot, mikor még nem is létezett a maga valóságában, és bennünket is már akkor szeretett, amikor mi még nem is éltünk a földszínén. Ő már akkor értünk, megszületett. Amikor pedig az ő szüleik, Ádám és Éva, vétkeztek engedetlenségből Istenünk ellen, akkor is szeretettel fordult feléjük. Kiűzte őket a paradicsomi állapotból, de előre meg is ígérte számukra a szabadítást. Személyes életünkben is sokszor láthatjuk ezt, hogy Isten nem a bűneink szerint bánik velünk, nem fizet meg nekünk a cselekedeteink szerint, hanem kegyelemmel viseltetik irántunk. Istennek ez a nagy szeretete minden értelmet felülhalad, ahogy szoktuk is hallani az áldásban. Csak úgy tudjuk felfogni és megfogalmazni, hogy Isten maga a szeretet. És hogy miért szereti ezt a világot az Úristen? Azért, mert az ő szeretete túlárad, kiárad, ránk árad, és ennek a legszentebb, legfontosabb jele az, hogy Jézus Krisztus értünk született erre a világra. Isten egyszülött fiát adta értünk, így folytatódik az ige. Így szerette Isten ezt a világot, és így szerette az ember. Az evangélium megfogalmazása szerint Jézus Krisztus odaadása mutatja, hogy Isten mennyire áldozatkész értünk, hogy mennyire szeret bennünket is személy szerint. A Szent Háromság titkát és csodáját nagyon nehezen tudjuk megérteni. Jézus maga azt mondja, én és az Atya egyek vagyunk. Aki engem látott, látta az Atyát. És amikor Isten odaadta az ő egyszülött fiát, önmagát adta oda értünk. És ez a karácsonynak a titka. Amikor az első karácsonykor megjelentek a napkeleti bölcsek, hódoltak Jézusnak, amikor eljöttek a betlehemi pásztorok és imádták a Krisztust, akkor ők mindnyájan ebből a titokból értettek meg valamit. És ez, hogy Isten odaadta az ő egyszülött fiát, nem csak annyit jelent, hogy emberi testben megszületett, hanem azt is jelenti, hogy ezt a testet, önmagát szenvedésre és halálra adta miértünk. Isten igazsága és szentsége azt kívánta, hogy a bűnnek legyen meg a büntetése, mint egy jó szülő, egy jó édesapa,
nem engedheti el a büntetést, hogy a gyermek tanuljon belőle, hogy legyenek következmények. És csak így lehet az Isten és az ember között olyan bensőséges, olyan zavartalan kapcsolat, olyan boldog viszony, amilyen volt a bűneset előtt is, amire teremtetett az ember. Sem az emberek imádsága, sem az áldozataik nem voltak elégségesek arra, hogy elvegyék a bűnnek a büntetését. Isten az ő egyszülött fiát, önmagát odaadta értünk, hogy az emberi bűnnek terhét és az átkát önmagára vegye, és hogy ne bennünket büntessen a mi vétkeink miatt. Jézus Krisztus a karácsonyi, betlehemi gyermek, Istennek az egyszülött fia volt az, aki a Golgotai kereszten magára vette az egész embervilágnak a bűnét, benne az enyémet is, és a kedves testvérekét is. Nem ünneprontás a születés, a szeretet ünnepén a halálról beszélni. Ezáltal lett ugyanis teljessé Jézusnak a földi küldetése, és ezáltal lehet teljessé a mi karácsonyi örömünk is. Értünk született meg az Úr Jézus, ami életünket akarja odafordítani az Istenhez, ami bűneinkért indult el a kereszt felé vezető útra, és ezért született meg erre a világra. Így szeretett és így szeret bennünket most is, ami mennyei édesatyánk. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus nélkül, Isten szeretete nélkül elveszett emberek vagyunk ebben a világban. Bűneink elválasztanának bennünket Istentől, és sohasem lehetnénk az ő közelében. Jézus ezt feloldotta akkor, amikor a bűnnek átkát magára vette, amikor ő által a bűneinknek a bocsánata valóságossá vált. Ő benne lehet, és ő miatta van közösségünk Istennel, a mi teremtő és megváltó Urunkkal. Újra az Úr közösségében élhetünk már most itt a földi életben. Az ige úgy mondja ezt, hogy már most az ő gyermekei lehetünk. És nem csak ebben a néhány napban, nem csak szenteste, karácsony első és második napján, hanem majd, hogyha elmúlnak az ünnepek, ez ugyanúgy érvényes marad a mi életünkben. És ezt a nagy lehetőséget, ezt az ajándékot a hit által fogadhatja el egyedül az ember. Ha elhisszük, hogy ez mind megtörtént, és mindez miértünk történt meg, akkor Isten értünk való cselekedete, nekünk üdvösséget, bűnbocsánatot, örök életet és mennyországot adhat, nem csak itt a Földön, hanem majd az örökké valóságban is. Kívánom, hogy mindannyiunknak így legyen áldott élmény ez az ünnep, hitet ébresztő a karácsonynak az üzenete, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, soha el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Gyertek testvérek, feleljünk az igére, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Álmélkodással csodáljuk végetetlen szerelmet, ó Isten, ha megvizsgáljuk kijelentett kegyelmet, az énekíróval együtt csak csodálni tudjuk. Urunk, a te hozzánk való nagy kegyelmed mi csodálatos ajándék nekünk. Köszönjük, hogy most a Szent Órában újra erről hallhattuk a tanítást. Attól, Urunk, hogy megérthessük a szeretetnek a mélységeit. Igaz hittel tudjunk mindent elfogadni. Így könyörgünk gyülekezetünkért, Anyaszentegyházunkért. Add, Urunk, hogy minél többen megérthessék és elhihessék az evangéliumnak az örömhírét. Kérjünk, hogy közöttünk és bennünk is te munkálkodj a Szentlélek által. Imádkozunk betegeinkért, a szomorkodókért, a gyászolókért, mindazokért, akik úgy érzik, hogy kevés szeretetet kapnak ebben az ünnepben. Tégy, Urunk, bennünket is engedelmes eszközeiddé, hogy a te szeretetedet tudjuk továbbadni. Áld meg mindazokat, akik szerte a világon keresnek és imádnak ma is ezen az estén téged. Könyörülj azokon, akik üldöztetés, nélkülözés közepette vágynak a veled való közösségre, az igazi ünnepre. Kérünk téged, áld meg a mostani ünnepünket, áld meg az úrvacsorára való készülődésünket, áld meg a most következő gyermekműsort. Légy és maradj velünk kegyelmesen. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké.